I got it! Steve Purcell karaktereit felhasználva 15 éve készített grafikus kalandjátékot, az éppen szárnyait bontogató Telltale Games. Sam és Max játékos karrierje a Hit the Road epizóddal kezdődött, amit a Scum kalandjátékokkal nagyot gurító LucasArts rakott össze a 90-es években. A Save the World frissített változata szerencsére jó kezekbe került, ugyanis LucasArts és Telltale Games veteránok dolgoztak rajta, ami így több lett egy egyszerű ráncfelvarrásnál. Ahogy korábban, most is a szabadúszó rendőrség két tagját irányíthatjuk. A testületnél Sam és Max kapja a leginkább elborult ügyeket, amiknek látszólag semmi közük egymáshoz, de persze a szálak szép lassan egy szövevényes ügyletté gubancolódnak össze. Ahogy az eredetiben, most sem ússzuk meg infantilis humor nélkül, amiből verbálisan és képileg is bőségesen kijut. Klasszikust idézve, a fejlesztők fullba nyomják a kretént, ugyanakkor ez egy percig sem fog senkit érdekelni a röhögés közben. Bár néhány az eredetiben is necces poént a készítők most kiadtak, alapvetően azért érintetlen maradt a szövegkönyv. A megoldandó feladványok nagy része is hasonló szerepben fogant, így az újoncoknak szükség lehet majd némi időre, amíg elkapják a fonalat. A játékot az eredeti kódok felhasználásával pofozták ki, és még a stílus maradt, addig szinte minden elemet megújítottak. Felhúzták a textúrákat, kontrasztosabb a megjelenítés, jobb a színkezelés, megpiszkálták a világítást és az árnyékokat is. A módosítások következtében a látvány még inkább hasonlít a képregényfüzetekben is megjelenő világhoz, amiért jár a pacsi a srácoknak. A hátterek és a karakterek átrajzolásai és feljavítása mellett az animációkat sem kímélték, így a játék mozgásban is sokkal precízebb és szebb lett. Extra finomság, hogy néhány helyen újabb jelenetek is kerültek a játékba, máshol pedig a kamerákat helyezték át. A kalandjátékos veteránok természetesen maradhatnak a klasszikus irányítás mellett, de ezen felül kontroller támogatást is kapunk, plusz dedikált billentyűvel fedhetők fel a figyelemre méltónak ítélt tárgyak. A hangokkal nem bűvészkedtek túl sokat, egyedül Bosco szinkronja cserélődött, és a hivatalos soundtrack bővült 6 újabb muzsikával. A felújítás mindent összevetve becsületes munka, persze sok újdonságot nem kapunk, de ezúttal nem is a műfaj megreformálása volt a cél.